Békemenet Magyarországért, ezzel a címszóval tartottak ma szimpátia tüntetést a kormány mellett. A Hősök terétől a parlamentig vonultak, és a kormány mellett szóló rigmusokat skandáltak. A hétvégén egyébként tüntetés dömping van, lesz a kabinet mellett és ellene is, ezért több helyen útlezárások lesznek. A Hősök terén gyülekeztek, majd az Andrássy úton vonultak a parlamenthez. A kormány mellett tüntettek, betyárruhában, puszának öltözve, magyar és angol nyelvű transzparensekkel. Bencsik András, a demonstráció egyik szervezője, az RTL híradónak arról beszélt, hogy a nemzetközi ösztűz ellenére az ország többsége továbbra is kiáll a miniszterelnök mellett. Az üzenet az, ami a feliraton is van, hogy nem leszünk gyarmat. We don't want to be a colony, angolul is kiírtuk. Ez rengeteg ember ezért jött el, mert tudtuk, hogy mit választottunk 2010-ben. A tüntetés fő szervezői között voltak Bayer Zsolt és Bencsik András, kormánypárti újságírók, valamint Szíres Gábor nagy vállalkozó. Két hete az opera előtti kormányellenes tüntetés után Martonyi János külügyminiszter egy interjúban azt állította, hogy az Orbán kabinet támogatására 10-szer annyian vonulnak az utcára, mint ahány embert az ellenzék mozgósított. A Fidesz végül nem szervezett demonstrációt, a kormánypárti civilek viszont igen. Köszönjük szépen! A szervezők napokkal ezelőtt a miniszterelnököt is felkérték, mondjon beszédet a Kossuth téren, de Orbán Viktor nem akart szónokolni a civil rendezvényen. Mi egy boldog jövendőt akarunk, egy emberi léptékű létezést, és ezért jöttünk ki, a szeretetünket hoztuk, nem valami ellen, valami mellett jöttünk. A tömeg fáklyákkal és gyertyákkal mintegy egy óra alatt ért a Hősök terétől a parlament elé, ahol szintén kormánypárti szimpatizások várták őket. A Kossuth téren van tudósítónk Velti László. Szervusz, mi történik most a parlament előtt? Szervusz, Viszla, jó estét kívánok! Véget ért a szimpátia tüntetés nagyjából 20 perccel ezelőtt, de még most is nagyon sokan vannak itt. Nagyjából 3-4-6 körül történt az meg, hogy a Hősök teréről elindult tömeg megérkezett ide, az eleje legalábbis, mert hogy a vége még csak most is ide tart. Bayer Zsolt nem sokkal ezelőtt egyébként azt mondta, itt a hangos bemondón keresztül az egybegyűltekhez, hogy a várakozásaikat, az ő a szervezők várakozásait is felülmúlt. Az, hogy milyen sokan eljöttek ma este erre a szimpátia tüntetésre. Mekkora fennakadás volt a közlekedésben a menet miatt? Igen, a közlekedés tulajdonképpen úgy érintette, hogy az egész belvárosnak, a belváros felét lezárták. Tehát a Hősök terétől haladt a tömeg az Andrássy úton át, és az Alkotmány utcán keresztül érkezett meg ide a Kossuth térre, és ott a környéken mindig, amikor éppen valamelyik részét ért a városnak, zártak a rendőrök. Velti László, köszönjük szépen!